Ebben a páncélszekrényben is gyűjtögette a Magyar Szakszervezeti Szövetség az összegyűlt aláírásokat, már több mint 100 000-et szedtek össze, hiába. Meglepődtünk, hogy az Alkotmánybíróság ilyen döntést hozott. A szövetség elnöke azt mondja, mivel a kúria korábban engedélyezte, egyáltalán nem számítottak rá, hogy az Alkotmánybíróság úgy dönt, mégsem lehet népszavazást tartani arról, hogy a férfiak 40 év munka után nyugdíjba mehessenek. Ez egy antársadalmi ügy, ami megmozgatta az embereket, amire igény van, és én azt gondolom, hogy a politikának nem az a dolga, hogy egy-egy ilyen ügyet elgáncsoljon, hanem az a dolga, hogy megoldást találjon ezekre a kérdésekre. Nekünk van megoldásunk, mi ajánlottunk egy megoldást a kormányzatnak, szeretnénk, hogyha erről tárgyalás is folytatódna. Novemberig kellett volna 200 000 aláírást összeszedniük ahhoz, hogy az országgyűlésnek ki kelljen írni a népszavazást. Szerintük összejött volna ennyi. A gyűjtést most folytatják, és tárgyalni akarnak a kormánnyal. A kezdeményezést a Jobbik is támogatta, és most azt fontolgatja, hogy újra népszavazást kezdeményez az ügyben egy másik kérdés benyújtásával. Az MSZP pedig azt mondja, az Alkotmánybíróság politikai megrendelésre hozott döntést. Minthogyha a Fidesz pártjogászai azt a helyzetet kívánnak előállítani, hogy Magyarországon a dolgozó férfiak életfogytiglanra legyenek ítélve. Számítások szerint, ha a nőkhöz hasonlóan a férfiak is 40 éves munka után nyugdíjba mehettek volna, már az első évben 150 000 férfi lett volna jogosult nyugdíjba menni, és ez 200 milliárd forintjába került volna az államnak. A kormány és a Fidesz épp ezért ellenezte a kezdeményezést, amely szerintük általános nyugdíjcsökkenést hozhatott volna magával. Ez tönkretette volna a költségvetést. A Fidesz frakció vezetője üdvözölte az Alkotmánybíróság döntését, és egyben megvédte a mostani rendszert, miszerint a nőknek jár 40 év munka után a nyugdíj, a férfiaknak viszont nem. Az ellenzéki pártokat pedig felelőtlennek nevezte. Eleve egy álszent és szemforgató magatartás volt a Jobbik és az MSZP részéről, akik nem szavazták meg a nők 40 év után történő nyugdíjba menetelét, és most a férfiakét követelték, másik oldalról pedig nem mondták el az embereknek az igazat, hogy az óriási kockázattal jár együtt. Magyarországon a rendszerváltás óta 6 alkalommal, utoljára 2008-ban volt népszavazás.